It's a new day and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that's wounded. And if it's like the worst time, you're worried and scared and you're not fine. You feel unprepared with no signs, but well, it'll be alright. You just gotta fight. Up until the best of us it seems Like they should be blessed They just might be Angels here as guests Teaching us to be our best When everything breaks at the seams And it hurts, it's like you've been cursed by the world at its worst. I'm sorry. I know you Eat can't see it. But maybe things cookie. happen to you for a banana. reason. Oh, so stay strong and push through it. Your willpower is everything you got, don't lose it. And one day things will get better. You just gotta get through the stormy weather. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best when everything breaks at the seams. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. And all these places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes. But I know things only heal with time. So I will strive. A better man, and I will die following my every plan, and you'll slowly fade away with time. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head I'm sick of wishing I could just forgive and forget I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind my mind my mind I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head I'm sick of wishing I could just forgive and forget I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind my mind my mind I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind. I'm sick of wishing I could just forget and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my, mind, my mind. Everybody's got some highs and some lows, but all that matters is how you deal with it all. I hope you realize this all the time. Take control of the thoughts inside your head. And understand that what you think is what you get. I'll dream big, just watch me get what's mine. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. <Graduate noise> I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind. szépséges, szép jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözöllek titeket. Itt vagyok ez a csodás szerda reggelen, ami mondjuk úgy számomra szokásosnak korábban indult, mint ahogy szokott ez lenni, Adok egy kis fény még magamnak, hogy most már arcomnak ez a fele is sok hogy világítva. világítva. a jobb ilyen fényezés. Szóval, szervusztok, üdvözöllek. Uh, tegnap még azért itt sikerült még el. egy kis időt, aztán reggel, mert korábban keltem, mert vittem ugye a kis vikinget a Játszó, hát nem, ez, hát ilyen kerekítős tábor úgy hívják, de mindegy, boldogan jött a nyakamba, úgyhogy jól indultak is reggel. Aztán most itt vagyok nektek, csak egy csúszásban, mert még páronak gyorsan bejött egy hívásra, 6 perc a stream kezdés előtt, amit el kellett intéznie, és csak nem tudott fölállni itt a mellettem lévő székből, hogy hátra menjen a másik helyre dolgozni, úgyhogy ez miatt csúsztunk egy kicsit, elnézésteket kérem. Na, hát üdvözöllek Fanni, szervusz Loretta, és szervusz András, téged is üdvözöllek, látom, beköszöntél, bár annak a hangját én nem hallottam. Üh, ilyen vissza is rakom közül hangot, hogy én is halljam, hogyha valami esemény történik, csak ugye ilyenkor nincs rajta a mikrofon. Szóval mai napon fogunk beszélgetni kicsit így a streameknél vannak ezek a pontok, ami szerintem egy tök jó, szuper és király dolog. Ugye a Twitch ebből a szempontból tökre kiemelkedik, mert ugye van egy pár, jó, most a kiket hagyjuk, tehát a kik az, az Twitch, Ctrl-C, Ctrl-V, és egyre a színkódot átírtak liláról zöldre, és kész lett a kik, de hát ez sajnos nem úgy működik, ahogy ők azt gondolták, hát, nem tudom, most mennyire pörög a kik, vagy mennyire nem pörög a kik, de hát szerintem azért annyira nem pörög, legalábbis abban a régióban, amiben én is streamelek, szerintem nem, nem, sikerült betörnie. Én szerintem inkább a keletebbi régióban lehet, hogy jobban betört, de úgy, úgy máshol nem annyira. De ez az én véleményem, nem tudom, nem néztem statisztikákat. Szóval, ö, ugye van ez a kis pontrendszer, ami például, nem tudom, szerintem Youtube-on az élő streamekben nincs ilyen pontozás, hogy kaptok valamilyen bármilyen pontot. F1-ben? Mi van F1-ben? Szervusz András, jó reggelt néked is. Jó a forma egyben? Az is a kik. Ja, abban benne van, te reklámozzák magukat, tényleg. Nem tudom, nem nézek forma 1-et, Loretta. Én utoljára forma 1-et akkor néztem, amikor még kicsi-kicsi még gyerek voltam, az kúró régen volt gyerekek, ezt hozzá kell tenni. Nem tegnap. Nem tegnap volt az arra, amikor gyerek voltam. Na minden szóval vasárnap délutáni program a ebéd után forma egy nézés, az úgy néz ki, hogy be, az ágyba apámmal, nagyjából a start, apám évre volt, hanem aludt, majd én is. Tehát ez volt a nagy... Nem reklámozok magukat, az egyik csapat főszponzora. Jó, de a kik azért tudjuk jól, hogy azért, ha valaki kicsit utána jár, akkor nagyjából az derül ki, hogy a kik az, az mögött ugye kaszinók és egyéb ilyen cégek vannak, és ez miatt van jobban megengedve a slots. Na most én a Twitch-en sem annyira értem az egész slots dolgot. Bár én maga azt sem értem, hogy miért néz valaki egykor rablót. Mikor nem ő játszik, hanem csak nézi, hogy más hogy játszik. Tehát amúgy is néha furcsa. <laughs> Dabandi papa, nem, még nem tudom, hogy az a a irányítását. Holnap megnézzük, hogy felismeritek-e az ait. Ez holnap esti streamben lesz. Én tudom, hogy több kaszinó is áll mögötte, de őszinte leszek, nagyjából a lényeg teljesen lényeg, tehát, hogy most egy vagy több, de kaszinó. De mondom, én mondom, én magát azt nem értem, hogy én nem miért van slots, tehát én, én magát már a Twitch-en se értem, tehát hogy fogom, és, és persze volt egy feeling, amikor bementünk a haverokkal, és bedobtuk a százast a kockagébe, és nyomkodtuk a 20 forintos téten a dolgokat, és a haver nézett mögöttünk, de azt mondjuk, lement a százas, akkor a haver dobta be a százas, de az, hogy 8 órán keresztül azt nézem, hogy valaki kaszinózik 8-9 képernyőn egyszerre, úgy, hogy nem is nyomkodja a gombokat, csak így benyomja az autót, és így hátradől, és, és van. Én, én, maga ezt a, ezt a nem értem. Tehát, hogy elfogadom, hogy sok embernek tetszik, én nem értem, hogy miért, bár tény horgászni sem szeretek járni, tehát nem vagyok egy horgászós. Tehát, hogy, hogy, van a dolgok, amiket én sem szeretek, de mindenki más, csak így, így, így kilenc ott van, mert egy pókert még el tudok képzelni. Tehát azt, azt, még jobban megértek, egy pókert, hogy látom a saját, látom, hogy a, 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 az ember, akit követek, ő éppen hogy játszik, és elmondhatja a gondolatmenetét, hogy miért tesz tétet, mikor nem tesz és lehet tanulni. Tehát, hogy ott jobban látom, de az, hogy egy tididididim, és ez kilenc képernyőn. Én ezt a részét nem értem. Igen, a póker 20% szerencsére, 80% tudás. Ön, nem tudom, lehet, hogy több a szerencsére, de ebben most nem menjünk bele, ez már matematika. De, de mondom, tehát, hogy a, a, a kockagép és társainak meg annyira nincs, főleg úgy, hogy nagyon sok, hogy hívja, slots gémmel, is is bérmentve a végtelenség tudsz játszani a telefonodon, a számítógépeden, nem, nem csak kaszinós pénzes dologban, és nem játékban, hanem tényleg letöltött szépen a kis kockagép, a DICE nevű kis alkalmazás, és tudsz játszani, tehát nem tudom, tehát, hogy most legalább ide menjünk bele, hogy most mennyi ebből a szerencsés, mennyi a tudás, de kell tudás hozzá, tehát, hogy az, az nem csak egy szerencse, Nagyon megy mai napig a slot, tehát jó, mondjuk azt ne felejtsük el, Loretta, ha megnéz egy slot streamet, akkor érdemes ránézni, hogy hány ember van tényleg a chatten, és hány nézője van. ez tudnak eltérések lenni. Tehát ha kiír, hogy egy 78 ember nézi, és közben a chatre csak 15 van bejelentkezve, ebből 10 bot. Na most ugye a Twitch-on úgy épül föl az e, egész dolog, hogy két dolgot tudunk nézni. Ugye a számláló, hogy hány ember nézi a Twitch-et, vagy magát a streamet, azt az alapján számolja a rendszer, hogy a streaminget hány felé küldi ki a rendszerük. Viszont a chat az egy teljesen független ettől a rendszertől, az egy írc alapú chat, és az simán szobákat hoz létre, tehát mikor te ott vagy, mint user, neked is minden, minden usernek van egy szobája, amiben, mikor fölkattintasz, akkor egy ilyen webes írc kliens segítségével mond, nem annyira egyszerű, hogy összetettebb, de belép a szobába konkrétan. És a szobában lévő emberek száma az adott. Most ez a kettő szám, hogyha eltér, az azt jelenti, hogy valami nem kerek. Ö... Akkor, hogyha botnak mondod, de ez sem igaz. Én szerintem a száz, száz csetes az, az akkor, hogyha nincsen autentikálva megfelelően, megfelelő autentikáció után mehet többe is. Én nem láttam most jelenleg, mikor, mikor korlátozták száz csetre a botot. Amúgy meg nincs jelentősége. Mert pont a chatre nem mennek föl ezek a botok. A nézői botok nem mennek föl a csetre, azt ne felejtsük el. Azok csak a streaminget húzzák lefelé. Tehát az, az, az pont a csetbe hányan mennek be, az a legkevésbé. A, azokat a botokat ö, korlátozták, de azt szerintem nagyon régóta van korlátozva. Nem tudom, én őszinte leszek, nem tudok ilyen korlátról jelenleg. A stream is hány helyen van? Értem, mire gondolsz, de valószínűleg nem tudom, tehát... Tehát ez... Eh, én úgy emlékszem, hogy írni kell a Twitchnek. Csak jelenleg a Twitchnél eh, fel van függesztve az új botok autentikálása. Én úgy emlékszem. Ott nem olyan rég néztem, hogy nem lehet autentikálni újbotot. várja, várja, várja. Szervusz, De várja, Loretta. Nem. Azok a botok vannak korlátozva, amit én... Tehát, hogy... Na. Kétféle bot lehetséges, ugye? Vagy többféle bot lehetséges, de szerintem itt annyi van, hogy én tudok úgy botot futtatni, hogy a másik felhatalmazást ad rá, hogy a bot nálam fusson. Nem én futtatom, ugyanaz a szerver futtatja, mint a többi botot, de adok neki felhatalmazást, hogy ez a bot nálam fusson. Ugye azok a botok vannak korlátozva, hogy csak sűrűen belépnek a szobába. És ez egy relatív nem olyan régi autentikációs megoldás lett a Twitchnek. nek Lehet, hogy ezzel ennek ad fön a, az a bot. Én, én el tudok gondolni. Szervus szia. szia, én elég sokat nézegettem ugye a... hogy hívják Twitchnek így a bot dolgait. Az autentikációval elméletileg át lehet lépni a százas limitet. De mindegy, szokott változtatni a Twitch -e ezeken a dolgokon, tehát nem minden pillanatban követem én se le. Mostában nem volt időm vele foglalkozni egy fél éve, de, de én úgy tudom, hogy meg lehet oldani a többet is. Ah, mondom, én meg én meg fejlesztettem a botot, tehát hogy egy, egy botot fejlesztek éppen, tehát azért uh, utána jártam sok mindennek, meg ugye nem mindegy, hogy melyik programozási nyelven keresztül csinálja az ember. Ugye a Helix jött be nemrég a API 2.0-val, és a Helix ez teljesen másképpen működik már, mint a régi. Szervusz, Robin, jó reggelt, jó reggelt. Na mindegy, ne is menjünk bele, de amúgy igen, a botok is van amúgy kölve, például a beváltásokhoz, mert ugye mai napi tévánk amúgy a csatornapontok, és itt ugye valaki írta is, hogy nincsen közösségi édi személyre szabható lehetőség YouTube-on, élő platformok, iPhone-ja, YouTube, az Android, a Twitch. Ó, ez jó. Élő platformok, iPhone-ja, a YouTube, az Android, a Twitch. ez András, ez nagyon jó az a kiírás, igen. De az a YouTube-on nincsen pontrendszer, Donate, Super Chat, Sub, az megy, egyedi emotok, ikonok, emotok nincsenek se pontok. Na szóval ugye, Erről beszélget, hogy ez lenne a témánk, hogy hát ugye vannak ezek a pontok, amiket így be lehet váltani, hogy nekem egy ilyen fektetett, hogy nyolcas fetreng amúgy a pontjaimnál, tehát végtelen számú pontról van, is azt váltok, hogy csak akarok. Uh, hogy gyorsan váltok magamnak egy 100 eurós ajándékutalványt. Na, lefőzöm a reggeli kávé, mert sem, semmi időm nem volt reggel, rohanni kellett intézni. Hát az ne is mond, én is most iszom a második kávémat. Ennek van előnye, van hátránya, Loretta. Uh, én nem tudom azt mondani, hogy ez jó, vagy az jó. Mind a kettőnek van előnye, van hátránya. Én például nem szeretem az iPhone-nak a korlátozásait, én a, meg az iPhone-nak tudjátok, hogy nem szeretem a kamut. Én leginkább, amit rühellek az Apple termékekben, az a kamu. Ez a... Nem is tudom, hány gigás fájt másoltunk külső Winchesterre. Szia, szia, akkor másold átad azt, mondani, hogy kész vagyok. Még egy pislogtam, hogy USB 2.0-án ezen a külső mobil Winchesternek a sebességével számolva az a 10 gigás fájl, az mondjuk jó pár perc. Ő azt mondja, hogy egymásra hogy kész vagyok. Mekkora egy kamugép vagy. És ha én lehúztam volna a Winchester-t, akkor ott sérül meg az adat. Nem ő a háttérre másol, és ő hogy kész van, és nincs kész. Tehát én ezeket... Uh... nehogy az itt Nem hülye biztos az iPhone-sa. Vannak elég nagy Oké, papa, ezt értem, csak én Winchester-re akartam, nem, nem, nem hogy hívják memóriába. Szervusz, korps! Arra a rétegről inkább most ne beszéljünk. <laughs> jó, hagyd meg nekik, igen. Facebook idiótákra gondolsz, sőt, most már versenyeznek egymásra, hogy ki legyen a legnagyobb. Mm, hát igen, vannak ilyenek. Na hát... Euh... zombi lelkész, üdvözöllek, jó reggelt néked is. Szervusz, szervusz. Na, kinek melyik, mennyire szoktatok megnézni, MC Istit emlegette? Nem tudom, ez az MC Isti. Hát, de ez a új improvent, hogy a felhasználók érezhetik, hogy milyen gyors a Így van, így van, értem, hogy erről szól, csak attól még átverés. Tehát, hogy e, nekem ezért nagy probléma a Windowsnak a fejlődési irány a gyerekek. A Windows ilyen szempontból te nagyon sok minden bele tudtál nyúlni, alapból volt egy jó kezelőfelület, de mégis hozzá lehetett férni csó mindenhez, nem annyira, mint a Linux, bár, bár ez se igaz, mert Windows-ba is hozzáférhetsz bármihez, csak nagyon durván kell érteni hozzá Linux-ba, sokkal könnyebb hozzáférni nagyon mély dolgokhoz. Nem szoktam dancsó nézni. Én nem, nem, nagyon van időm nekem már, már bármilyen ö, digitális kontentet nézni. Tehát van egy gyerek család. Van egy, már nem egy gyerekcsalád van, van gyerek és család, van egy vállalkozás, most jelenleg egy másodikat is viszek, mehetetlenül alom a streamet, és így marad a hat órám aludni átlagosan. Még lehet, hogy kevesebb. Már nem fér vele, bocsúj. Hallottam már róla, azt mondta, nem ismerem, azt mondta, hogy nem nézem. Nem ugyanaz, bocsánat, ne keverjük a kettőt. <laughs> Hallottam már a nevét de, de nincs rá időm. Hát. az a, egy a baj, a gyerekek, át kell térni a 48 órás munkanapra, vagy 48 órás napra, vagy valami. Tehát, hogy ez a Men be volt? Átértünk a 36 órás napokra? Elég nehéz hozzászokni, de hozzá lehet szokni. Tehát tökre neki, de az a baj, hogy az se elég, majd lesz úgy egy adásunk, ami erről fog szólni. Eee, ami arról szól, hogy akkor mire is üljeg, az az 1440 darab gyöngy kapunk minden nap. Eee, és én is tudnám jobban beosztani, de ha már jobban beosztanám, akkor viszont nem kontent. Ez egy vicces, hogy én tartalomgyártóként csinálom itt ennek a kontentet, de nem tartalomgyártókat néznék ebbe ez a röhely, hogyha felszólítanék időt. Tehát, hogy annyira sok dolgot tudok az életben fontosnak tartani. Nekem így a, a Twitch nézés az akár munka mellett, vagy éppen egy kávé mellett jó, de az, hogy én leüljek és végignézek sok órányi videót, az biztos, hogy nem. A Windows 7 sem volt nekem gondom, Robin. Csak nekem a Windows 11 el van most az a problémám, hogy ilyen Apple irányba indult el. Csirivili, mindent lebutítunk, mindent elveszünk, semmi ez nem férsz hozzá, és hülye biztosra próbáljuk tenni a rendszert. Az a baj, hogy nem lesz hülye biztos rendszer, mert közben ugye azt felejti el a Microsoft, hogy az apple egy zárt ökoszisztem, ökoszisztem, a nehéz szó, mi? értünk. Szóval egy zárt ökoszisztémája van, ez azt jelenti, hogy fix a hardware, amire rárakja azt az adott szoftvert. Nem olyan tudsz rárakni túl sok eszközt, eléggé lekorlátozza, hogy mit rakhatsz rá. Ezáltal tudja szelektálni, hogy akkor hát, ennek van driver, akkor fog, ezzel, ennek nem írtunk driver. Míg a Windowsra ra bakker mindent is rá tudsz dugni az elmúlt 30 évből. És ez, ami elfelelkezik az XP, hogy nem fogja tudni megúrani azt a szintet. Most lőheti be, hogy jó, van, akkor csak, csak TMP2-es chippel engedünk majd alaplapot, akkor még ugyanúgy Köszönöm szépen a követés zombi lelkész. Uh... Szóval, uh... és ez miért nem fog tudni fogni, és hiába rak bele követem, akkor sem fog tudni, meglépni ezt. Ö... Uh... szervusz, jó reggel, jó reggel. Az ember nem egy gép, az tesek kevert, fizikailag ki fog uh, merülni, és az egészségedre is mert. Ja, én nekem ez az uh, átlagos hat óra alatti alvásidő, ez, ez nem úgy van, hogy mert euh, nem alhatnék többet. Az a baj, hogy 8 órát alszok, fáradtabb vagyok. Ez egy nagyon nagy probléma, hogy, hogy én ezzel a 6 órával tök jól el vagyok. De pont ezért nem viszem már ezt, ezt tovább. Tehát nekem ez annyira fixen be van állva, hogy hajnali kettőkor fekszek. Ha már 10 percet később fekszek, már mosott szar fáradt vagyok. És reggel 7.42-kor kelek. Tehát, hogy ezek így be vannak lőve, és, és így vagyok amúgy legkipientebb. Ezek ki lettek ta, ö, ö, tapasztalva. Robin, csak szólok, lehet venni hosszú támogatású Windows 10-et. Nagyon nagy, én nagyon filozok rajta, hogy meg fogom venni a, azt, ami nem jövőre fog lejárni, hanem azt hiszem plusz két évig van támogatásra. És nem, az, amelyik Microsoft azt mondja, hogy akkor fizessél nekik havonta, vagy évente 100 dollárt, nem még többet, hanem lehet olyan licenszt vásárolni pár ezer forintért, ami kitolja ezt. Ez így való rette. Tehát az alvás ciklus, ez mindenkinek sajátja, tehát hogy mindenki úgy, úgy oldja meg, ahogy szeretné. én nem szoktam ezen szenvedni, hogy úristen, csak 6 órát aludtam. Az úristen csak 4 órát aludtam, akkor azért szoktam fáradtabb lenni, de akkor 4 órát aludtam, akkor legközelebb az a délután egyet. Szervusz Efe, jó reggelt! Ja, azért úgyis új gépet lesz új nem azt mondom, felhasználói oldalról teljesen jó, bár felhasználói oldalról is tudok én problémákat mondani, amiket nem teljesen értem, hogy miért gondolta a Microsoft, hogy a notepad azokat a háttérben kell futtatgatnia, ha bezárad, akkor nem zárja be. És hogy azt a fájlt megnyitom háromszor, azt háromszor, három teben nyissa meg, és egymásra lehessen írogatni, és inkonzisztenciát inkóziz... lehessen okozni a fájlokba. Uh, Rakadt végig gondolatlanság van benne a rendszerükbe. Az legnagyobb újítás, amit beleraktak, az az Android APK-knak a natív futtatása volt. Ez azt jelenti, hogy androidos játékokat, vagy de bármilyen programot tudnál Windows 11 alatt futtatni. Mit a Microsoft? Kivette. Adjuk. Az, hogy a kommandba lehessen lapfüleket használni, hát hány felhasználónak van a CMD-ben több, la, többször megítve ez a CMD, még nekem sem szokott több CMD megítve lenni. Jegyzett új lapfülek, hát az egész Windows-t az az alt szoktuk meg. Erre most az altabot tabot elkezdi kevergetni a Ctrl-tabbal, mint a böngészőkbe. Tehát, hogy mire gondolsz, Loretta, hát melyik micsoda? A is CMD-be indítottad el? Jó, ügyes vagy. Én nem szoktam, azért kattintok kettőt. Mentem már dolgozni két-három óra alvással, és bár tény, hogy délután bepótoltam, és rohadt nagy téfit be lehet pótolni az alvás, be lehet, be lehet elég egy-két napba, amíg szintre alszod magad. Én középiskolás korom óta 4-5 órát, 4, órát alszom, havonta egyszer-kétszer van, hogy hétvégén, mikor a szervezetem igényli, akkor 9-14 órát alszom. Szatyrok ezek, igen, 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 igen. Hát de az első CMD-t azt be uh, automatikus indításba. És akkor már, mikor egy gép elindul, akkor megint elindul a CMD. Jó, hát papa, nem tudtam, hogy vannak itt ennyire ö, hardcore pro emberek, én nem vagyok ennyire hardcore pro ember. Tény az is, hogy a CMD-ből exit lépek ki, amire sokan néznek, hogy miért nem x szellem mert megszoktam, már a cmd vel, néntem, akkor de... CMD CMD -vel CMD nem akkor begépelem, de... sose próbáltam CMD-t CMD-vel intani. CMD-t nem tudsz CMD-vel intani. Saját magával csak lefuttatja újra a promptot. Hogy akkor visszajöttünk. Irányados, azt mondod? <laughs> igen. Igen, igen, igen. Nem űrhajós, vikinges. Várjál. Egy viking manó van rajta. Nem tudom, hogy fog látszani, mert pont a fényben van. Ez Lepramonótól van. Egyedik készítésű, egy darab készült. Hát ezt Lepramonónak kell mondani. Ő csinálta. Most nem ő rajzolta, ő csak megrendelt a grafikusától nekem.

Igen, erősen kérdés. Én nekem még a suliban is egy változó volt, hogy, hogy aludtam, mert én nekem az első iskola, amit végeztem, az vendéglátós volt. Én, és ugye volt gyakorlati hetünk, meg volt elméleti hetünk. Én még szakmunkásba jártam. A gyakorlati héten nekem hatra kellett járnom a Morgit szigetre, a Grand Hotelba. Ott voltam gyakorlaton. Tehát olyankor 4-15-kor keltem, 4-25-kor már a buszmegállóban voltam, és úgy mentem be. De tény, hogy akkor viszont ö, este 10 órakor már mentem aludni. Tehát, hogy 10 órakor már, már, irány az ágy. De amikor például a Telekomnál dolgoztam, level 1 supporton, ott is volt 6 órás műszak, akkor is 10-11-kor mentem aludni, hogyha 6 órás műszakra kellett menni, 4-10 órakor ugyanúgy keltem pont. Úgy azzal a buszra mentem itthonról. <kül> Nagyon érdekes, hogy most nem tudnék ilyen 4 órakor felkelni, de pár nap alatt át lehet, át tudnám áltani magamat. De akkor az a baj, hogy úgy az a legrosszabb, amikor egy héter egy nap kell csak korábban kelni egy órával. Fú, szerintem annál rosszabb nincs, amikor van egy ilyen standard, hogy ekkor kelek, és egy nap kell egy másfél órával korábban. Próbálják előtte lefeküdni korábban, úgysem fog szélni ezzel alvások esetben, és kelljen föl. Hát nem, 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 nem. Az nem az én világom. Úgyhogy. Euh... Hát figyelj, le lehet törölni a gépedről a játékot, és akkor csak két-három játék lesz rajta. <laughs> Forma c 2 pont. Mindig te voltál az első? Olyan kis eminens diák. Hát én általános a örültem, hogy beestem, 3-4-8 óra be kell térni, aztán a jelző csengő, az mindegy, a középi az változó, tehát ott középi már nagy fiú voltam, már lógtunk, fú, a második középi lógtam kurva András, van terminál a Android alatt is. Milyen reklám volt, zombi? Én nem látom, milyen reklám volt. Vicces, mert nekem most nem értek, hogy reklám időszak van. Tehát annyira vicces a Twitch. Elvileg nekem itt föl kéne ugrania, hogy akkor most reklám fog indulni, és számoljak vele, hogy ne beszéljek olyan témákról, hogy senki ne maradjon le. nem kapsz a reklámot. De legkobb, úristen. Az, nem lehet kikapcsolni a reklámokat, mutko valaki uh, jelezte, hogy most már nem lehet megoldani adjuk. Így intézi a reklámokat, így van, csak elvileg itt kéne jeleznie, hogy most egy reklámidőszak fog futni. Elvileg akkor is rak... Nekem is elvileg nem volt, és mondták, hogy jött be. Tehát hiába volt kikapcsolva, hogy ne legyen reklám, ugyanúgy bement, csak magyaroknál nem annyira sok, de most nagyon sok a reklám, vagy több reklám van, mint régen van, tehát amúgy is Magyarországon sokkal kevesebb a reklám. A német havarodnak állandóan jött a reklám akkor is. Miközben a streamer elemsznek? Most, most lemaradtam Streamer -e hogy került most ide? Nem, a reklám nem aztól ki kikapcsolni, hogy az ütemezést kikapcsolni. Ja, különösebben nekem most, hogy a lánc mutatja, vagy a csetelint felugrik teljesen nyolc. Meg ugye nem ugyanakkor mindenkinek reklám hivatalosan. Nekem gyerekek reklám? Youtube. Hát a Youtube-nak a jelenlegi reklámozási uh, szokása az, amit uh, agylobot kapok. Rákattintok egy 2 perces videóra, előtte elindul egy 3 perc 50 másodperces reklám, amit át se lehet ugrani. Ok. Nem érdekel. Végszenvedem. Belekattintok a videóba, 5 másodperc, ja nem ezt kerestem, visszakattintok. Kattintom a következőt, egy perces reklám gyerekek, 5 másodperci szolgáltást nem vettem igénybe, és már megnéztem négy perc reklámot. Na, menjetek, a tudjátok hova. Tehát nem hiszem el, hogy úgy tudja csak megoldani a YouTube, hogy csak a, a videó indulásakor akkor be kell rakni a reklámot. Nem tudja megvizsgálni, hogy végignéztél már egy reklámot az elmúlt fél órában. Hát nekem nem mondják már azt, hogy ennyire... Jelenleg több reklámot nézel YouTube-on, mint amennyi videót. Főleg, hogyha nem az van, hogy zenét hallgatsz, és beraksz egy ilyen 6000 órás lejátszási listát, hanem, hanem keresel valamit YouTube-on. Hát azért álljon már meg a menet. Tehát az, az tehát a tévében nincs ennyi reklám a kereskedelmi adókon. Tehát, hogy így vérgáz. És az úgy azt a szart nyomja állandóan. Tehát mindig ugyanaz az egy reklám van. Az a baj, Zafi, hogy mindig szép lassan mindig átmászik. igen, tudom, hogy YouTube Premium, és pont ezért csinálja, de nem vagyok hajlandó a YouTube-nak, vagy a Google-nek azért fizetni, hogy a arcomban ne ennyire. Inkább nem nézek YouTube-ot amúgy. Előbb-utóbb átmegy mindegyikem. Zafi, amikor már a videó streambe fogja belerakni, Tehát az a baj, hogy már a is van, hogy pakolászta de amúgy is idegesített, hogy, hogy nem is értem. Nem, nem kell Youtube-ot nézni. Tehát. ez az a baj, hogy első körben a Youtube elkezdte megnézni, hogy hogy tudja blokkolgatni az alap a Blocker Plus, ami elterjedt volt. És minél többen kezdenek el használni egy-egy szolgáltást. Oké, okay, egy évek óta használ, de én Adblock Plus-t használtam, sok éven keresztül sosem volt reklámom, de most már YouTube-át ugrik rajta, tehát már megoldja. Meg, tehát hogy. Igen, vala... tehát olyan, hogy, hogy sokféle dolgot csinál, és megint más, hogy melyik fajtja felhasználói körben vagy. Mivel például van ismerősöm, aki Németországban van, és ő pont beleesett egy ilyen tesztelős körbe, nem ő akarta, hanem ugye randomszerűen kiválasztalak felhasználni csoportokat, amit előbb tesztelik. És ő neki már sokkal, de sokkal előbb a adblockerét piszkálta a YouTube, mint hogy egyetem volt róla hír, hogy fogja piszkálni a YouTube az adblockert. Tehát, hogy ez attól függ, hogy melyik felhasználói körben vagy benne. Igen, papa, biztos albetűvel kezdett, nem tudom, milyen néven futott YouTube-on. Hmm. én leszarnám, hogy van reklám, hogyha ez megfelelő minőségű és mennyiségű lenne. De az, amikor az arcomba csapdosta a politikai reklámokat, miközben nem érdekel a politikai reklám, mert nem érdekel, tehát miért? Tehát, ha már itt vagyunk egy online világban, ahol tudja, hogy ki vagyok, tudja, hogy mi érdeke, akkor ne olyat hogy mi nem érdekel, tudjátok? akkor mi a szomnak gyűjti azt a rengeteg adatot rólam, ha nem tudja felhasználni, akkor ne gyűjtök egy adatot, tudjátok? ennyi. Uh, most, ha nem nézek YouTube-ot, valami helyette nézni szeretnék a TikTok, nem. Uh, TikTok, uh, az nem alternatíva. Uh. Twitch-et nézzél, András. Nézzél Twitch-et. Sok-sok Twitch-et. Egy apró -e el az arcomba, kettő, ők fizettek nagyon milliárdokat. Igen, csak ad egy, ne nyomja az arcomba, át kettő, ne ennyit. Tehát tényleg az, hogy 5 másodpercnyi videónézés, vagy visszakattintás, következő videó, is megint kapok egy politikai baromságot, az az fáj. Értem, hogy nekik is meg kell élni valamiből, uh, oldják meg jobban. Tehát ez nem megoldás, és az, hogy ők éppen harcolnak a adblockerekkel, és azért, aki vagy nem használt. Fölmentem olyan felhasználóval, akinek semmilyen adblock nem volt, hát egy hülyét kaptam tőle. De a kedvencem a Youtube-on gyerekek, vadi soha nem volt használva, akkor ott hát összerakom a friss telepítés, és Youtube azt mondja, hogy nincs találat. Tehát, amikor följössz a youtube.com-ra, akkor nem ajánl neked videókat. Ez nekem annyira furcsa volt. Viszont Érdekes módon egy sima gép, ami már létezett, és előtte csak újra lett telepítve, ott nem találkoztam még ilyennel. Visszadobta a Google? -i? Hát igen. De érted, András? Aha. Lelkész, én azt mondom, hogy a kreténeknek való csak e, túlságosan e, szerintem addiktív, túl addiktív. És nagyon, nagyon rossz irányba tudja elvinni a, főleg a fiatalokat, de a felnőtteket is. Tehát az a baj, hogy olyan hatása van az agyra, hogy... Én nekem kétszer volt, hogy kétszer körül 30 percig nyomkodtam a TikTokot. Mind a kétszer rosszul aludtam tőle utána. Én, aki lerakom a fejem és alszok, 30 perc tiktokozás után lerakta a fejem, és nem bírtam eluludni. Ez mindent elmond nekem. Köszönöm szépen, nem kérem. És én nem, egy dolgot szoktam kérdezni azoktól, akik TikTokot nézegetnek. Tegnap TikTokoztál -e? Igen. Tudsz mondani egyetlen egy videót, amire még emlékszel? Talán egyet tudnak mondani, talán, talán. Általában semmit tegnap TikTokozott másfél órát, és nem tud egy videóra se visszaemlékezni, is ezzel az a baj, hogy egy másfél órája úgy ment ki az ablakon, hogy semmi nem történt. Ő nem csinált interakciót, mert maximum nyomkodta a kis szívecskét, meg a lájkot, nem tudom, mi van ott éppen. És semmire nem emlékszik. Tehát lehet rajta amúgy, mert van rajta értelmes kontent, tök szépen összefoglalat, tök intelligens kontent is van rajta, csak közé van szorva egy rakasz semmit mondó kontent, illetve az, hogy így pörgetik az agyadba bele, Elfelejted. Én nekem munka miatt kellett regisztrálnom annó. Azért néztem rá, mert mondom, hogy ítéljek el valamit, vagy hogy beszéljek valamiről, ha aztán, hogy mi az. Az, hogy mások nyomkodják, az alapján nem tudom elítélni. Tehát ö, nem fogok egy kajára azt mondani, hogy ez rossz, nem szeretem, miközben még sosem ettem belőle. Tehát, hogy TikTok is egy ilyen dolog, tehát hogy nem azt mondom, hogy rá kell függni, de egy éreztem a fél dologat, hogy mennyire durván rá lehet addiktívan függni arra a szarra. És mennyire egy szemét mocsok platform. Értelek, András, értelek, értelek. Jó, ez, ez ismerős nekem. Én szoktam így. Nálam is a család az első zombi. Ezzel nincsen gond. Én mondjuk, gyerekem az még nincsen három éves. Én már gondolkodtam, hogy így maga az IT, illetve az internetes világ felé, hogy mit fogok neki mondani, mert az, hogy tiltom, ez a legrosszabb. Tehát tiltani szerintem nem. Gyerek, büszkeség, dafke, csak azért is, akkor titokban én magamról tudom, hát én is gyerek, én is voltam gyerek, és régen, de voltam gyerek. És saját gyerekem ilyen szempontból, nagyon sok régi emléket előhozott, és rá kellett jönni, hogy az én gyerekem nem rosszabb, mint én. Én ugyanilyen, ugyanilyen huncut voltam, ugyanilyen mindenbe ö, belementem, típusú voltam. Ö... Micsoda gyógyszersnek ezt akarom. Mire gondolsz most? Uh, tiltás sokszor ellentétet hoz, kíváncsiság miatt muszáj megnézni. Én mindjárt mondom, hogy én, én mi, 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 a tervem nekem, de azt mondom, hogy sikerül összehozni, azt majd meglátjuk a jövő zenéje. Tehát a tiltani, mondom, semmiképpen nem akarom neki, nem a TikTokot meg... Tehát egy... Múltkor hallta egy tök jó dolgot, nem tiltják a gyerektől a telefont, nem, tírtják, nem tiltják a gyerektől az internetet, egy dolgot tiltanak a közösségi platformokat csetelhetsz a haverokkal ö, olyan cseten, ami csak ö, PVP, tehát 1v1-es cseten, de közösségi platformok, hogy kinek milyen boldog az élete, arra nem engedik föl. Ez is egy érdekes gondolat mellett. Szervusz, Bondi! Ez is egy érdekes dolog volt, és, és elgondolkodtató, mert belegondolok abba, hogy én amióta az eszemet tudom, gép előtt vagyok mióta volt lehetőségünk 56 k modernes internettel elkezdtem már netre fölmenni, ez nagyjából egy olyan 25 évvel ezelőtt történt. Én este 6-tól éjfélig a gép előtt voltam. Hétvégén délután egy a gép előtt voltam, mert akkor volt internet. És nem érzem úgy, hogy egy sérült ember lennék nem fordultam önmagamba, kommunikálok az emberekkel, nem csak itt. Tehát na, hogy azt hogy én tudok a szobában is, amit nem mozdulok ki. Tehát én most itt végzek, megyek a egyik ügyfelemhez, ott végigmegyek minden ügyfélelbe, beszélgetek, hogy akkor kinek mi a búja bánata, utána találkozok az egyik nézővel amúgy, viszont neki a telefontokat, amit nyert, utána megyek be a káosz, egy vendéglátóipari egységben ott fogok lenni a pult mögött, és beszélgetek az emberekkel. Tehát, hogy nem lettem egy bezárkózott ember, tény, hogy alap egy introvertált típusú személyiség vagyok. Vignapot, polgár. Mi a bánat a kére? Bánatom? Vígnapot néked is, de ez nem azért vagyok introvertált, mert gép előtt voltam, hanem mert ez az alapszemélyiség, és ezzel születünk. És nem érzem úgy, hogy azért, mert Ilyen nappal a gép előtt lennék, ilyen nappal az interneten lennék, értelmetlen lenne az életem, és ö, mindent el, ilyen semmi. Ö, én inkább a gyereknek azt akarom megmutatni, hogy igen, ott van az internet, elsőnek az, hogy az interneten lévő dolgok nem valósok nagyon sok esetben. Tehát úgy, ahogy a mi szüleink, vagy az én szüleim, még a tévéről ezt nem tudták elmondani, hogy ez nem valóság, mert nem tudták, hogy el kell mondani. Nekik is sok esetben újdonság volt, én nekem ez már az a tudás, itt van, megvan el tudom neki mondani, hogy igen, fiam, nyugodtan, de ne higgyél mindennek, ne higgyél az embereknek. Ha valamit nem értesz, gyere apához, kérdezd meg, apa segít. De nagyon sok ügyfele fölhív simán, hogy jött egy e-mail, hogy ez most átverés vagy nem. Felnőtt emberek megkérdeznek engem, hogy vagy egy adott e-mail az átverő e-mail vagy nem, és nincs ezzel baj, inkább kérdezzél, mert nincsen hülye kérdés, de hülyeséget lehet csinálni, ha nem kérdezünk. Úgyhogy Valami megértelek. Te döntésed, mondom, én a TikTokot én nem tiltani fogom a gyereknek, hanem nem fogom megérdezni, hogy nincs értelme. Ha gondolja, próbálja ki, de próbálja meg hallgatni apára. Tehát, hogy... Uh... Mire gondolsz házati szűrők, vagy szoftveres szűrők alatt telefonban? Uh, András Eros, kíváncsi vagyok. Semmi gond nincsen, Zafi. Amúgy ez is mi a függőség? Tehát én nekem a TikTokkal egy a gondom, az, hogy egy irányú kommunikáció, ami tényleg agymosást csinál. Tehát, hogy tényleg nem emlékszünk rá, hogy mi történik, és csak elmegy az idő, viszont például Loretta, aki azt írja, hogy ő Twitch függő, de nem úgy néz twitch hogy, hogy így vagyok. Tehát nem így aktív része a közösségnek ez a nem mindegy. A TikTokon akkor tudsz aktív részleni a közösségnek, a kontentet is gyártasz. Viszont az a klasszik kommunikációs forma, amúgy is már szét van gyilkolva. Mert ugye az alap kommunikációs forma az, hogy két ember találkozik, személyesen beszélget. Ugye ebből utána jött a mobiltelefon, akkor telefonon csacsorászunk, hogy mai napig ki vagyok, mindegy, majd mesélek erről egyszer. Uh, és akkor arra várom hogy mi vezetékes telefon ő nagyon sokat, mindegy. Tehát jött a chat, ott újra elkezdtünk modernizálni, mert videó telefonálunk. Aztán az szépen elmúlt, azt most visszajött, hogy lett már ugye korlátlan internet, de, de még mindig akkor is interakcióba lép. Ezt ne felejtsük el, hogy Loretta például hiába azt mondja, hogy Twitch függő, ez az nyit tesz, hogy ez a hobbija, hogy Twitch-et néz, de aktív része a közösségnek, és ez nagyon nem mindegy. Miért, aki barátok köztött néz, vagy X-faktor, meg nem tudom hányféle műsort néz, és ül a tév, egy irányú kommunikációban onnét jön az adat felé. Az is egy függőség tud lenni valamilyen szinten. Nem, azért no, a TikTokon vannak jó tartalmak, csak túl sok a szemét mellette. Duanyzás is egy ö, megszokás, így van, hogy hogy hívják, szenvedély. Router tud weboldalakat szűrni, illetve a Google Family Link tud szoftvereket limitálni. Amúgy Androidban is van olyan alkalmazás, ahol ö, ugye a család Android Family, vagy valami ilyesmi, ahol például gyereket tud, tud, tud korlátozni Csó mindenbe. Meg, hogy mit, mit futathat, mit nem. Tégy így lelkész, gyújtsál rá. Ez nem füstmentes stream, tudjátok. Láttam olyan stream kiírást, hogy füstmentes stream. Nem tudom, hogy, hogy garantálja, hogy a nézők sem gyújtanak rá, miközben nézik a Twitch-et. Nem jöttem rá. Bár ugye Ré régebben találkoztam a Szüli streammel, de nem olyan rég találkoztam a Szüli heti streammel. Vára, hogy mikor lesz Szüli hónap és Szüli évi stream. Egész évben. Doniteljetek, mert nekem Szüli éven van. Hát, gyerekek! <laughs> Csúszka, megsugom neked szerint a. Twitch nézőinek a 80%-a vagy 70%-a ilyen, aki nem szól hozzá. Nagyon-nagyon nagy százaléka sosem szól hozzá. Úgyhogy én is, ha nem lennék itt, akkor jóval kevesebb embert ismernék meg, és majdnem egy lennék nélkül a búrékomba. Igen, tehát, hogy ez a Twitch ilyen szempontból egy között, tehát nem a közösségi platformokkal van gond, de például a Facebook volt az első, tehát Facebook is volt már közösségi platform, tehát az összes fórum egy közösségi platform, ne felejtsük el, csak a különbség az volt, hogy fölment egy adott téma fórumára, fú engem érdekelnek a Commodore 64-es számítógépek, annak a fórumára fogsz föl fölmenni, azokon fogsz olvasgatni, olyan emberekkel fogsz ott beszélgetni, ahik ugyanez a téma érdek, viszont a, a nagy berobanás az Facebooknak az, hogy mindenki mindenkivel, és egy olyan nagy közösséget rakott össze, ami még nem volt a világon. Viszont, hogy annyira mindenki ki akar tűnni, és ezért lefotózta, hogy miért kakilt, vagy hogy reggelizett, reggelizet, az csak írta, hogy miért kakilt, és lefotózta, hogy miért reggelizett, lehet, hogy fordítva valaki. Nem mindegy, szóval sok hülyeséget kiraktak az emberek, mert unatkoztak. A kedvenc kiírásom egy időben nagyon mánia volt az a unatkozom. Nem sosem értettem ezt meg, hogy ezt miért kell kírt, de mindegy, szóval, és a Twitch ebből a szempontból egy picit másabb, mert ugye itt van egy téma, ami összehoz az embereket. Ugye első körben például vannak emberek, akik csak egy adott játékot néznek. Én is így, nyúd, indi, na, így indultam a twitch hogy csak Counter-Strike-ot néztem, semmi más játékot nem néztem meg. Hát akkor, aki nem bírja a füstöt, kozakához se jöjjön, mert konkrétan a füstgépből semmit sem látni, ha Bekik. Én ma leadom a pálinka ivó streamet. Pálinkás ivó streamet lesz? Az jó. Egy esne, ez a csúszka tök jó! Megünnepeljük közösen! <laughs> Csak minden nap lehetjenek, hogy ma van vannak... a... nem. Idén van a szüli, a szüli napon. Hú, <laughs> mekkora lenne már, át kell érni. Fórumok kezdtem, aztán az első szociál média nálam a Live volt, utána a MySpace, utána a Eviv. Igen, az, tényleg az Eviv is Magyarországon azért erős volt. Mát... Nem tudom, azért elég sok adat van fönt. És a YouTube az például nem közösségi portálnak számít, és például a YouTube az nem is tudom, egy nagyon-nagyon régi statisztikát látta egyszer, hogy másodpercenként 24 órányi videó kerül föl, és ez, ez, ilyen 10 év pluszos adat volt. Tehát minden egyes másodpercben 24 órányi videótartalom került föl akkoriban. Ez nagyon régen volt, nem volt még okostelefon, meg az egy kattintással töltöm föl a sok szemetemet. Jó kis halma együttes, voltam koncertjükön. Mondjuk úgy, hogy nem, öregedette. nem öregedtek jól szerintem. Múltkor már felnéztem a májvépre, már lehet Facebookkal belépni. Lul! <laughs> Egyszer is a régi MyWave fiokomba, és Haverna, aki az ismerősöm volt ott, azokat leszette a régi képeit, nem örült neki. Mire gondolsz, Csuszka, melyik új YouTube algoritmus, mert nem tudom most mire gondolsz. Ivi meg újra lesz, mutkó megint valaki megvásárolta. nekem Alma Együttesnél több dal is volt, amit én szerettem kifejezetten. Nekem az a szomorú, hogy itt voltak a kerületi napon, egy 70 ezer fős kerületbe, és így, így alig volt pár ember ugye színpad előtt. Ez, ez annyira szomorú volt. Tekem nekem is van, nem, nem, csak a, itt a -Napom című dal, tehát nem csak a szülnapos dalt uh, ismerem tőlük, tehát én azért sok dalt hallgattam meg tőlük, sok dalt felnőtt fejhez képest. Uh, én szeretem őket, mert rajta, hogy valódi zenét játszanak, tehát nem egy digitális zene az egész, hanem azért vannak hangszerek benne, és ennek az egy nagyon nagy pozitívum. Meg amúgy a jó fejek aranyosak tudnak lenni. De például van egy pár dal, ami, tehát például a szuperkukákat újra kéne írni, mert már erőteljesen, hogy is mondjam, nem teljesen fedi a valóságot. Nekem a kedvenc a keresésnél rá egy adott témára. Adott alaplap, szerelés, szerelése. Földob három videót, hogy következő, szerintem ez is érdekelt. és így bebasz nekem négy darab politikát. Uh -huh. Alaplap szerelés közben szeretném Orbán Viktort hallgatni, ahogy éppen Brüsszel Cidja. Hát ez a legjobb program, nem? Hogy szerel az alaplapot, és közben Orbán Viktort hallgatsz. Ez a legjobb, gyerekek. De beszéltünk Magyar Péterről, vagy Gyurcsányról is tök mindegy, nehogy valaki félreértse, hogy... Neked ciciket dob, be? De jó, neked, bakker! Várj, lehet, hogy páromcsúnyán nézne. Bejön, éppen szerelem az alapot, és akkor cicik meg... Ott a monitoron meg a ugrálna. Hmm. Volt a jutnak valami közösségi terve, volt YouTube csövegő is, és nem is volt rossz, csak sokan nem csöverésre használták a YouTube-on. Szerintem azt tudták, mi az a funkció. Jó, hát figyelj, azért hány ember írt hány csajra rá, hogy szia, tetszel Facebookon? <laughs> azt sem találták ki. Hát már a cicikkel sem megy menni <laughs> De miért csúszka egy szép, kigyúrt, felsőtestű férfi cicijét nem néznéd meg? Hát nekem is valami rít, cickó, mickót dobott föl. Fúlátok, de ez nem úgy van, hogy amire ti kerestek, az alapján ajánl. Bár politikára pont nem keresek rá, úgyhogy akkor az alapján nem jó. Én szidom mindegyiket, tehát Loretta, félre ne értsél. Én, én, én jelenleg a politikai pártok 99%-át így buldozerrel betolnám a Dunába. Azt tudom, hogy én parlamentet is betolnám, kár lenne az épületért, de de ez egész mehetne a Dunába, azt vigyék le a románokhoz. Úgyis pont valamit tap hallottam, hogy ott valaki azt kiáltotta ki, hogy ő Románia Orbán Viktora. Hát akkor legyen egy sajátjuk. Én is rühellem, nem az összeset, én nem, nem rühellem az összeset, mert vannak amúgy mindegyik pártból, nem, nem csak. Nem lenne egy jó kormányzó párt, viszont nagyon jó lenne bent a parlamentben. Tehát én azért sok x-et húzgáltam be az elmúlt években rájuk, de kormányzó pártnak jelenleg nem alkalmasak túl picik. De én látok más pártokban is jó politikusokat, úgyhogy hogy ne láttam volna hatalmas. Nekem uh, nem keresés, hanem erőzetes megtekintések tartalom alapján, ami szomorú hiányzik, hogy új tartalmakat fedezek fel, mint régen. Amúgy nekem pont ugye ez a gondol a Spotify-jal is. Hallgatom a zenét, és a kedencék a Spotify azt mondja, hogy elhallgat, mert elfogytak, úgy, úgy végigmentünk azon, amit ér, amit szoktál hallgatni, és így nem ajánlasz újat. Nem tudom, ki ismeri a pandoracom uh, webrádió szolgáltatás, sajnos Európából nem elérhető. Soha nem néztem ilyeneket, és feldob folyamatosan ilyeneket. Tuti azért dobja fel, mert vagyok egy csatin, és Tuti ő is nézi a nézi, dobja fel ah. Nem tudom már, őszintén Instagramot nem nézek. A rövid videókat se, ilyen rövid, pár perces, meg rövid videókat nem szeretem annyira már. Nagyon időzabálóak, és semmi értelme nincsen sok esetben. Ó, de csúcska, miért nézem női melleket? Van sajátja. Hát. Hát, 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 én sem nézek férfi mellett, nézek itt van a sajátom. Miért, miért nézek másét? Van a saját. Amács leszel, ha már, nem? De most csúszka, hát... Van itthon nem veszek többet. Még volt az ember, aki van otthon azért vett még egy 12 litert van, egy 400 tekert svéci papír, azért vetnék mellé még egy 30-at. Biztos, ami tuti, ugye? De azért ott, ott egy picit más szervezt az, hogy... Hú, mennyi mindent csinálta. Ja, ja ez, ez, a... 9-953-ig ruhákat raktam el, rendet raktál, pakoltál férjednek, Kaját raktál, csináltam három szendvicset, kapucsinó. Egy csak az elmúlt tíz perc fogadjunk. Nagyon ügyes vagy. Lefárasztottad a kutyát, az a legjobb. Nagyon pörög Szatucsi. Hát itt éppen arról beszélgetünk, hogy csuszkának nincsen szükség, hogy a YouTube női melleket dobáljon föl neki. Üh, inkább férfi melleket javasoltam, mert hogy van saját női mellemért nézni azt. Tehát e e itt tart épp a téma egy betűt nem beszélgettünk még arról, hogy a csatornapontokat hogy érdemes szerintem felhasználni, vagy mire jó egyáltalán. Majd következő héten fogunk erről beszélni, de hogyha már elment a téma, én nem fogom már öltetni, hogy arról beszélgessünk. Mindenki más, mindenki más érdekel, mindenki más érdekel. Egy női melles videót én is jelentettem, és tűzöttem tegnap TikTokon. Nem tudom, nem nézek TikTokot, tehát, mint mondtam, kétszer 30 percet rá, rá, kattintottam, de elég is volt nekem abban a TikTok dologból. És ezért örülök gyerekek, hogy a Twitch megcsinálta, hogy tudok Twitchről TikTokra egy kattintásra exportálni, így nem is kell fölmennem TikTokra, de mégis lehet fent kontentem. András, javaslom neked Tom de Hunt. Nála csak vannak, csak szólok. Biztos, hogy vannak jó tartalmak, tehát nem erről van szó, csak én is azt mondtam, hogy vannak jó tartalmak, csak köztes túl sokszor a szar. Ilyen... Nekem én nem sikerült az algoritmusnak megtalálni, a 230 perc kevés volt, illetve én azt éreztem, hogy túl sok időt el rá... és így is kevés az időm. Tehát azt hiszem, hogy hát jövő héten lett volna azt hiszem az a téma, hogy 1440 gyöngy, de szerintem jövő héten fogjuk újra megpróbálni ezt a csatorna pontos dolgot. De van egy ilyen témakör, hogy 1440 darab kis gyöngyünk van minden napra, picit hogy hívják, nézzük meg, hogy mire használjuk el, és pont uh, én ezeket szépen próbálom kihasználni úgy az időmet, hogy mindenre legyen és boldog ember legyek, és már egy TikTok vagy ilyesmi, az biztos, hogy nem férne bele az életembe. Ez az a baj, hogy akkor már olyan dologból kéne elvennem, ami már, ami már fájna. Tehát családtól, alvástól, munkától, és ugye ezeket nem. Azt is semmiképpen. Én úgy nem látom értelmét. Az ember tökre ráér, és, és, és uh, van rá ideje, és úgy tudja beosztani, akkor mindenek mindenkinek egészségére. Én például a buszon én inkább olvasok. Tehát fogom a kis könyvet, követ, tehát én például busz utazás közben tudnék ilyenekkel foglalkozni, de inkább fogok egy könyvet, és olvasok. Pont napokban mondtam, hogy uh, nagyon 80 pluszosan is mindig jobban kiasználja az idét, vagy jobban beosztja, amíg uh, nem lett beteg, uh, mint én 33-esen. Na látod, horgolsz. Tök jó dolog. Bár... Erre, erre egyszer fotóztam egy érdekes képet. Nem? Mindjárt felolvasom nektek. De jó, a böngészőm előzményében nincsen benne a Facebook. Az jó. Keresünk egy fotót közben. Uh, iszok, kine ne száradjak. Iszok is. az a jó, hogy Facebookon keresek egy képet, és nem kell azért a végtelenség végigpörgetnem, mert mondjuk úgy, hogy kevés kontentet csináltam én a Facebookra. Social, -t. nem használok már a twitch meg a DC-n kívül. A DC az nem social média szerintem. Az csak simán egy kommunikációs platform. Próbálna a social media lenni, nem fogja összeérni neki. Szerintem az nem social média. Nem osztogatunk, az egy sima fórum. Az egy picit fejlettebb fórum. Szervusz Jakabino. Én azt nem tartom social médiának. Az nem a offline felülete, ez nem igaz. Ez hülyeség sok minden másra is való meg lehet használni. Na. Szatucsi asszony, akkor ezt uh, például adok egy képet. Ez miért el? Mindjárt adunk egy uh, Vivaldi képet, pillanat. Ezt ajánlom neked, ha megtalálom, hogy hol van Vivaldi. Felhívás. Csak annak olvasom fel, aki esetleg nem látja. A kötőtük használatából eredő esetleges balesetek, sérülések feltétlen megelőzése érdekében kérjük, hogy az utazás tartalma alatt horgolástól és kötéstől tartózkodni szíveskedjék Budapest, 1953. február hó főváros villamosvasút. Csak jelezném felé a Szatucsi asszony, hogy vigyázz a horgolásra. <laughs> és ez egy, ez egy igazi, hogy itt van, egy retro plakát kiállítás volt, és annak a replikáját rakták ki a villamosokra. <laughs> így van, így van, ne piszkáld, ne piszkáld. A... Hogyha véletlenül így horgolnál, jó? Persze. Mindjárt. Bárló, jó? Ezt egyszer mentem a uh, bajbuszon, vagy most nem tudom már hol fotóztam, és észre le kellett fotóznom. Lerakta a funz memébe, jó? Nem tudom, te fent vagy nálam a DC-n? Igen, akkor ott a, a fanba, nagyon szívesen. Ha nem, akkor meg felkiáltulja. DC! De... Uh, hol tartottunk, Gász, hogy semmilyen... Na, amúgy én Facebookon fönt vagyok, de pont múltkor derült ki, hogy hetente háromszor járok föl Facebookra, hétfőn, szerdán és pénteken, reggeli órákban, amikor kicserélem az egyik ügyfélnek a uh, hídrét. Hétfőn este kaptam egy e-mail, vagy egy üzenetet egyik emberkétől, amire szerda délben válaszoltam neki. És akkor jöttem rá, hogy nem szoktam fölvenni Facebookra. Instagram, ilyeneket nem nyomkorászok, DC, őszintén még a DC-t sem használom aktívan, mert ott is csak chat, chat, tehát hogy PVP jellegű chat, egy ember, egy emberi cseteket szoktam csinálni, és nem szoktam végigolvasgatni. Én nem, nem beszélgetek messengeren se senkivel. Ha valakivel mostanában beszélgetni akarok, akkor fogom a telefonomat, és ilyen, ilyen régi retro módon fogom, és föltárcsázom. Sokkal gyorsabb. Tudjátok miért? Mert időt nyerek vele. Én hülyét kapok már jelenleg attól, hogy írok valamit, püty-püty-püty, püty-püty-püty, elmúlik. Péty, 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 péty. szia. Írok nekem, hogy mit szeretne, püty na, ezt nem. Már felhívtam, és háromszor megbeszélték, és utána ledumáltuk a találkozót is, és minden mást is megbeszéltünk, és még csak a püty-pütyöknél tartanánk. Tehát, hogy Engem nem érdekel ez a korlátlan dolog amúgy valahogy. Igen, köszi András, igen, így pögy, 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 pont a tökéletes. Uh, tehát én, én, nem foglalkozok a telefonszámlával már sok éve, tehát hogy nem korlátlan, nincs ez a korlátlanság, ez számomra totál de így sem használom ki. A legkisebb csomagom valami a flottában lehet, tehát ebben ez a röhely, és nem szoktam kihasználni még így se, pedig nem érdekel, hogy mennyit telefonálok. A levelezés az egy más történet, Szatucsi asszony. Hát én például a párom, amikor még nem költöztünk össze, és még online kommunikáltunk, az e-mail formában történt. Hát én, én a mai napig a feleségemmel nem csetelek. Maximum egy képet átküldünk, hogyha valami fontosabb, vagy ilyesmi, de meg egy köszit, vagy ennyi, de aktív tartalmat átadó cset nem történik közöttünk. Tehát, hogy régen leveleztünk. Most, ami itt, ő mindig mellettem, még nem nagyon sok, nem sok mindent kell levélbe átküldeni. Tud citás képeket küldeni, na az mindig jó jön. Amik én általában wi fi vagyok, tehát nekem kétigás netem van, de általában wi fi vagyok itthon. Mm, úgyhogy... Jó, hát mondjuk én nem, te, mondtam, a buszon meg ilyesmi, nem nézek ilyeneket, tehát buszon euh, inkább veszek egy könyvet, tudjátok, ez olyan, mint a internet, csak papír, vagy csak fából szokták mondani, az a könyv. Na, videó telefonálni szoktatok, vagy mi? Nem csetelek át, a szomszéd, nem, itt, hát csak ide fordulok, hogy... Csak most épp nincs itt. Anno 5000 volt a Hello Data Start. Sajnálom megszüntették, de volt egy tőrető alternatívájuk. Amúgy András erről csak egy sztori jut eszembe, amikor nem tudok írni a másiknak, mert valamiért nem működik a nem tudom melyik alkalmazás, nem a Facebook halt meg, de valami más, és nem tudok neki írni. Hát most mi legyen? Ismerős ránézett. Felhívott telefonon. Oh, tényleg. Szóval... <laughs> Igen. Tudjátok, hány embernek ez így kimarad? Hogy ott van a kezében a telefon, és nem megy a Facebook, akkor nem tudom, hogy kommunikálok. Jó, sokan, csak a, a telefonszám a másiknak, ez is vicces. ez hát régen hány telefonszámot tudtunk már fejből? Mai napig tudom a legjobb barátomnak a telefonszámát. A régi vezetékes telefonszámunkat a saját telefonszámomat, uh, anyámét tudom fejből, és vége. És most, mostani egy párnak a számát tudod mikor? Nem, fogalm nincsen. Azt nem tudom, hogy mi, a, mi az előhívó száma, 20 vagy hogy 20-as, vagy 30-as, vagy 70-es. Sosem tudom. Na, azt mondja, hogy persze jó a CD meg e, CD, mi? DC, is. Egy könyvvel csak könnyebb lecsapni egy pókot, mint egy laptopban, <laughs> így van. <laughs> Ez jó. Ritkán eh, videózok, sima hívás, de közben tudok képet is küldeni tőle. Aha. Ja, hát sokat utazok most két megyek között. És keresem, amúgy... E hol? A nagyihoz, úgy imádom, ezeket a szavakat nálam az egyik csat kitiltja, a másik engedi imádom. Tehát a, a, nagyihoz, a Nagy az ki van, egy csetet nálam. Ne kérdezzétek, hogy miért. Jaj. <laughs> <laughs> Teljes biztos vagyok benne, hogy nekem is más lenne az előfizetési struktúrám, hogyha nem home office heti hat napban. Mikor a telefonot a kezembe telefonálok és keresem, hogy hol van a hát igen, van ilyen. Én már csak azt adom meg a szám, akkor adom meg a számot, ha nagyon muszáj. Nagyon sokan amúgy nem vesznek már föl idegen számokat amúgy. ez a rejtett számról hívogatnak, amúgy ez egy tök jó funkció, most már a rejtett számot fixen lehet tiltani. Ez, ez egy nagyon jó dolog. Nagyihoz, igen, azt is kicsillagozza. Mondom, az nálam ott csak csillagok. Itt ez a csetten, amit látok a tableten, azon csak csillagok vannak. Amint a OBS-ben látok, pedig szintén ugyanúgy be van twitch húzva, ott látom kiírva. András git, tudod mi a durva? Engem hívogathattak Facebookon, mivel Facebook Lite van fönt, és le van a minden értesítés, nem, 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 kapok róla semmi értesítést. Általában ráadásul nekem a telefonon net is ki van kapcsolva. Tehát, amikor fel akarok szállni a buszra, és föl kell mutatnom a bérletet, akkor mindig be kell kapcsolnom előtte a netet. Megszokás, én kikapcsolom a mobilnetet. M minek? Miért kell mindig letölteni minden e-mailt, csak Ez az, az Tehát, hogy én rászoktattam magamat arra, hogy én reggel, délben és este nézek csak e-maileket. Nem fut egész nap az a rohadt e mert akkor állna, jön valami e-mail, akkor benne a munkába, akkor most megint megszakítom, mert elolvastok egy e-mailt, és, és szóval, ha megszakítjuk munkat ilyen multitaskingokkal, uh, pedig nem vagyunk teljes mértékben alkalmasak a multitaskingra, sokkal hatékonyabb tud lenni, sok esetben az egy, a monotasking, hogy csak egy dologra figyelünk oda. Nem, nem mozgat annyira ez Loretta, csak ilyen tök vicces, hogy, hogy ebben ilyeneket miért csinálja tabletes, nem érdekel. Oda nézzek, csak ilyen... Meg amúgy tök vicces, hogy milyen szavakat írt ki, ugye itt a nagi kifejezéssel van a gondja. Na, szóval. Az egy, András G, az egy hatalmas, imádom, hogy valószínűleg spam hívás. Nagyon jó, százszerzalékos volt eddig nálam. Soha nem volt olyan hívás, amit spamnek detektált volna, és nem spam hívás lett volna. Így van, Robin. Azt imádom a spam hívást. Nekem mi az elsődleges kommunikáció, ennek nagyon egyszerű a cégként írják le. Elmondja a telefonon, hogy mit szeretne, szó elszáll, a hangfelvétel megmarad, de az bizonyos, hogy volt -e rá engedélyed. <laughs> Ahogy már a mostani telefonok már nem tudják nekem megoldani, ugye EU-ban ez van, volt olyan Xiaomi uh, telefon, amiben gyárlak benne volt, hogy minden hívást felvett. Amúgy nagyon jó funkció, akárki, itt mond, nem arra, hogy mit bizonyítok, hanem beszéltem valakivel valamit, és fú, hány kell oda vennem? Mikorra beszéltük meg? Hova beszéltük meg? És mit mondtam, hogy mit fog neki vinni? Meg amikor az ügyfél azt mondta, hogy de ő ezt mondta, és visszalagadtam, és nem azt mondta. Vagy megvesztett, hogy nagyon sok esetben jó jött nekem az a visszahallgatás funkció és sose éltem vissza ezzel a dologgal, és ezért ez ilyen furcsa dolog, hogy de nem lehet fölvenni, ezért le is van tiltva szoftveresen. Persze meg lehet oldani, tudom jól, mindent meg lehet oldani, ami szoftveresen tiltva, a szoftveresen engedélyezhető. Egyetlen egy volt, amit spamben raktam, a biztosító céghívott, ahol én is vagyok, valószínűleg ajánlatkérővel keresnek sokakat. A, ah, simán lehet. Általában föl szoktam venni, de akkor már úgy indítok neki, hogy akkor tudom, hogy mire számít csak. Így van, de jön az előzmény. Hát ugye valami bank szívta ezt be. Kiküldte az ügyfélnek a PDF-et, hogy akkor itt van a szerződés, alá kéne érni behozni a bankba három példányba. Úriember szépen picit átmódosítgatta ezt a szerződést. Kinyomtatta, aláírta, bevitte a bankba, bankfiókban aláírta a bankos, a perre mentek a végén, és megnyerte a pert. Mert igenis a bankosnak is ö, el kell olvasnia, hogy mit ír alá. Semmi nem mentesíti ezzel ol. a bank egy nagyon nagyot hibázott. <laughs> Igen, ezért nem szoktak hogy a bankok kiküldeni kész szerződést, hogy azt aláírva hoz be, és mi is aláírjuk, tehát... Hát, ugye ez később derült ki, tehát ez nem, nem úgy volt, hogy akkor eladták a bankot, tehát ugye jogkör szerint, tehát úgy írta a szerződést, hogy jobbak legyenek a feltételei egy kicsit. Tehát ugye egy sima ügyintéző nem adhatja el a bankot bagóért, tehát ilyet nem tehet meg, de, de viszont a szerződés keretein belül módosítgatott. Hát a bank kurva vagyott hibázott már elnézést a kifejezésért, mert, mert hibázott. Mondjuk a bankok azért nagyon... Én nekem a kedvenc a bankbiztonság manapság. Nekem ez az egész kuki figyelmeztetés, hogy biztonság is egy túlspirázott dolog, de a bankbiztonság is annyira túlspirázzuk, annyira mondok nektek néhány problémát. Van, azért mondok konkrét bankot, mert tudom, hogy annál működik. Nem tudom, hogy más banki szolgáltatásnál hogy működik. Revolutnál úgy nem teljesen működött, ott letiltotta egy ide után. Van egy telefon. Rajta van egy KH-s fiók. A KH-s fiókba ez van a biometrikus azonosítás. Megszerz ezt a telefont pár percre. De tudod, hogy mi a feloldó kódja? Mert mondjuk láttad, hogy egyszer valaki behúzta. A fel, feloldó kódot, tehát a 9 pötty összehúzását, vagy a PIN kódját ismered a telefonnak, akkor már tudsz saját új lenyomatot hozzáadni, és ha már hozzáadtál saját új akkor be tudsz lépni a KH bankfiókba, és tudsz utalni, és bármit csinálni. Mert a biometrikus azonosítás nem vizsgálja meg, hogy amikor ezt engedélyezted, ahhoz képest, hogy került föl új, új lenyomat. Az egy kicsit erős. Egy darab, ö, hogy hívják a négy pin kóddal, vagy egy darab, tudsz a, Nem kötelező bekapcsolni, nem erről van szó, de be van kapcsolva a legtöbb embernek. Használhatod a hadszámű belépőt, de azért mondom, hogy tehát az a lényeg, hogy a androidos telefonba, hogyha be tudsz lépni, tehát tudod magad autentikálni az, a saját telefonodba, ez ugye általában vagy jelkóddal, ugye úgy lányomattal, jelkóddal, Face ID-val, vagy pedig PIN kóddal tudsz belépni. Az utó a vagy jelkód, vagy ugye biometrikus azonosítást, na, biometrikus azonosítást nem adhatsz hozzá biometrikus azonosítás után, hanem ahhoz mindenképpen vagy a jelkódot, vagy a PIN kódot bekéri. Ö, én pont múltkor csak a buszon álltam, és láttam az embereknek, hogy behúztat. Nagyon sokszor lehet látni, hogy mit húznak be a a jelkódos behúzás elég könnyű dolog azt megoldani. És ugye mit tiltunk le? Nem a bankfiókunkat, tehát ellopták a telefont. Mit tiltasz le? A bankkártyádat. Hát de hogyha az egész bankba bele tud lépni, és azt csináld benne, amit akar, akkor mindegy, hogy a bankkártyádat letiltottad, vagy sem. Mindenki zét húz, nem, én nem betűt húzok, csak szólok. De annyi, a, a, az a jelkód, az, az nagyon gyenge védelem. De mondok egy másik kedvencemet szintén KHD a cibnél is találkoztam hasonlóval. Indítok egy online fizetési kártyás fizetést a, a bármilyen weboldalon. Átugrik, hogy fú, hát most kéne nekem autentikálnom telefonon, mert pont limitnél vagyok, hogy, hogy akkor autentikáljon vissza a telefonon. Jeleztem neki, hogy most ezt nem tudom megadni, nyomok egy mégsét. És újra elküldöm, hogy újra szeretnék fizetni, és nagyon sokszor simán átmegy autentikáció nélkül mert valószínűleg úgy a megcsinálva, hogy bizonyos fizetési limitenként kéri be ezt az autentikációt. Viszont átlépte a limitet, kérte az autentikációt, nyomta neki egy mégsét, átléptem a limitet, és a következővel nem lépem át, akkor nem kér autentikációt. És nem egyszer sikerült így, mert a telefont éppen más használta, mint vissza kéne igazolnom a KH banknak a cuccát, Úgy nyomtam, hogy mégsőt újra elkezdtem a fizetési dolgot, és végigment a fizetés. Az ez is egy, egy vérgáz dolog szerintem. Most nem nagyon szoktunk elkódozni, ugye, mert az új lenyomattal oldjuk föl, meg Face de attól még egy biztonsági probléma, szerintem. Tehát nem azt mondtam, hogy, hogy minden esetben mindig meg lehet, de azért, azért, a, az a nagy biztonság, amit próbálnak elmondani, hogy milyen biztonság van a pénzed, és amaz, amúgy is úgy kezdődik, úgy kezdődik hogy két faktoros azonosítás, egy darab telefon, egy darab PIN kódjával a gyerekek beléptek a bankba, és bármit megtesztek. Akkor hol van a második faktor? Nekem ez az egy kérdésem van, mert nincs két faktor. Ez nem két faktor. Fizikailag egy készülék és hozzá tartozó PIN kód. Ez nem két faktor. A két faktor az nem ez. nem tudom, sosem használtam Lorette a Face ID-t, tehát nem tudom, hogy mennyire kell szétcsapnom magam ahhoz, hogy Face ID ne ismerjen föl. Nem nagyon szoktam szétcsapni sem magam, de nincs is Face ID kapcsoló. ez a telefonom már tudná, de nem érdekelt. De nem szeretem az ilyen, ilyen arcfelismerés. Min minél több felismerési opció van, annál könnyebben törhető egy készülék. Nem tudom, én sosem... Azt nem mondok, nem mondjuk... Szerintem sűrűben csapom szét magam, mint hogy Face ID-t használok. Sosem használtam még Face ID-t. Mindenki vonja le a következtetést. Igen, azért nem kell Ciprusra 17 ezer fontos vásárlást fizetni, mert a 3DS-ben nincsenek benne. Ugye akkor van hitelesítés, hogyha a 3DS rendszert használ, azt mondom 3DS, 3D Secure, akkor van. Amennyiben valamelyik szolgáltató nem használ 3DS-t, és vannak ilyen kártya elfogadók, mert nincs összekapcsolása a 3DS-sel, akkor nincs autentikáció. Úgyhogy... Én ezt se értem, hogy a utalás után egy perccel már szólsz a hogy téves volt az már, és olyan, vannak olyan országok, hogy nem tudja visszahozni, miért nem? Ezt nekem azért nem, nem, nem annyira egyszerű, de nem bele a bankunknak erre a részére, én vagy csak a felhasználói biztonsági dolgokról. Mi egyszer beszélgethetünk egy ilyen bankbiztonsági dolgokról. Volt nekem levelezés a cibbel, mert ők is olyan levelet küldtek ki, hogy a fejét fogtam. Nem, 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 nem a Nintendo 3DS, az a 3D Secure. Igen. Nagyon macerás, de vannak olyan országokkal, azt mondja a bank, hogy nem is tudom visszahozni. Nem megoldható. Mert? Mi azt mondjam, nem megoldható? Miközben amúgy rendőrségi feljelentés megy közben, folyamatban is tudják, hogy átverésről van szó. Szóval egyik ügyfelem e, esett ez meg. Azért, hogy elgondolkodok. Mm, azért a bank az bank. Tehát, hogy bizonyos dolgoknak meg kell felelni. Ha bitcoinról van szó, az egy más történet, ugye nincsen fölött a hatóság, meg semmi, de a bankoknak azért van, pont ezért a bitcoin másabb, mint... Nem is tudom, mutkor is hallottam valami ilyet, hogy máshova lett utalva, és azért piszkálták, miközben mindegy voltak ilyenek. Amúgy meg a banknak egy akkora biztosítási dolognak kéne erre lennie, hogy hát a bank sem szólt, hogy gond van, tehát hogy... Tehát azért, mikor nem a megszokott irányba utalsz, nem a megszokott összeget. Hm? Tehát azért, azért, ilyenkor, bocsánat, amikor egy kiemelte nagy összeget utalsz el. Tehát az az ember, aki havonta elutalgat 20-30-50 millió forintot, mert simán egy utalásai vannak külföldre, ott nem fogja ez a rendszer kiszúrni, de amikor egy átlagos felhasználó, akinek a legnagasabb utat nem is szokott utalni átlag felhasználó, főleg nem külföldi számlára, akkor azért nem érzi ugye a rendszer, hogy mint a Google, érdekes módon, a Google belépési figyelmeztése tud szólni, hogy Szerintünk ez nem te vagy. Oroszországba beléptek a te fiókodba. Mi ezt letiltottuk. Miért tudja egy Google megcsinálni, míg a bank nem? Az volt a érdekes, hogy a ciprusi cég, mikor senki is, nem kérte majd visszautat, az OTP sztornózta, majd behajtotta a ciprusi cég. Mi? Mi? Ezt most még egyszer? Ezt most nem vágom, mi lett belőle. Tehát a tegély azért a bankok nagyai világában még mindig nem tudják még funkcionálisan se megoldani, hogy valami eltérőt csinálunk, akkor valami nem jó. Igen, csúszka, ez így van. Csak ebben az a vicces, hogy én emlékszem arra, szerintem 6-7 évvel ezelőtt volt. Ciszet, mint ilyen találkoztam, valamelyik IT-szekes céggel beszélgettem, és nekik volt, nem tudom melyik cégnek, olyan belépés-figyelési rendszerük, ami a belépett felhasználókat is vizsgálta, és felhasználói szokások alapján értékelte a felhasználókat. Ez azt jelenti, hogyha valaki belépett az ő felhasználói fiókjába a jelszóval, minden autentikációval, Viszont nem a megszokott módon használta a gépet. Tehát más a gépelési a, ö, ritmusa, más az egér használati megszokása. Tehát más, más mindenkinek a gépelési ritmusa, az egér használata az egyedi. Ez a rendszer ezt a jédiséget próbálta figyelni, és attól függő, hogy milyen durrára volt beállítva, akár ki is zárhatta az adott felhasználót azonnal. Na, ilyen létezik. Ez 6-7 évvel ezelőtt volt. Akkor még a Sissadbindé az Budán volt a Mamut mögött. És már akkor létezett technológia volt, és használták. Ha be vagy rúgva, tehát azt mondom, attól függ, hogy milyen durvára volt beállítva a rendszer. De amúgy igen, simán lehetett. Ha, ha, ha valakinek el, a jobb kezé és bal kezé elgerezik, akkor megváltozik ugye ez a szokás. Ha valakinek eltörik a bal mutatója, vagy a jobb kezén a mutatója, akkor ö, ugye más lesz az egér kattintás. De ugye letétje a fiók, kírja, hogy szerintünk illetéktelen behatolás, akkor fő az IT-t, vagy level egy support, és szólsz, hogy bocsi, én vagyok az, csak az ujjam be van gipszelve. Tehát, hogy ez mindig, mindig egy ilyen dolog, meg lehetne oldani sok mindent, de mondom, ehhez nem kell ennyire egér használati szokásokat alkalmazni, hanem az, hogy ha hát nem szoktál Ciprusra egymilliókat utalni, most mégis szeretnéd, azért valamilyen plusz autentikációt használni, csak ugye mivel egy faktor van, így nincsen. Ez a probléma. <tosz> Ez így van. Hát de, csúszka, régen még a elektromos írógépeknél is tudták figyelni azt az áramhálózaton, hogy melyik gombot ütötték le, és vissza lehetett fejteni, hogy ez mit, mit gépeltek, mert más volt a feszültség ingadozása. Tehát, egy, a kémkedés az nagyon magas szinten van. Ugye teljesen standard az, hogy a festékszallag, ami még a írógében régen volt, azokat elégették, nem dobták ki, mert vissza lehetett olvasni. Az már technikai, így van, igen. Bár szerintem nem csak számok vannak ott, más is össze kéne egyeztetni, ha már kibukna, ha elütve egy számot. Mire gondolsz most, Loretta, ez most nem tudom, mire gondolsz. A számlaszámot nem lehetne elgépelni, mert hivatalosan a számla számokban van csekszám. Tehát, ha elgépesz egy számlaszámot, akkor nem van rá lehetőség, de nagyon durán kell gépelned. Magyar Bank, azt énekli, hogy többi, azt sem érdekel. <laughs> De amúgy csak a telefonon lévő zsírrétegből megmondják, hogy mi a, hogy hívják, hogy jelkódott sűrűn Hát úgy kopik az üveg. Nagyon, annyira sok minden meg, megmondható, hogy mi, hogy merre, meddig használod. Én, nagyon sok ilyen technológia van, és, és nagyon-nagyon kevés van használva, és csak egy picit használnánk jobban, akkor nagyon nagy védelmünk lenne. Ezért lassan el fogok tőletek köszönni sajnálatos módon, mert még tovább kell menni egy ügyfélhez. De kopik az üveg. Mindig kopik az üveg. Hát kiemlékszik még a régi, régi Nokia telefonok, a, amik már ilyen szimbiános rendszerben futottak. Volt, hogy már okos telefon nyomógombos volt. És látszodott, hogy ho, melyik gombot nyomtad a a billentyűzetem, mert fix volt a billentyű kiosztás, mikor feljött a képernyőn. És ott jobban meg volt kopva a fólia. Így van. Endet kell szoktak nagyon sok esetben. Na, most nézzünk akkor egy réde áldozatot. Ó, uh, lehet menni egy dance partira, mit szóltok? Kinek van kedve dance partira menni? Biztos nem megyünk dance partira. Amúgy van, amikor just dancing, csak szólok három még jövő héten mennek el gyerkőccel, és ugye 622 millió évvel ezelőtt, még amikor így a streamelés elindult, akkor összegyűjtöttetek 42 csatorna csatornapontot arra, hogy legyen Jazz Dance Stream. És én szeretném nem sokára ezt megvalósítani. Mindenképpen, ha meg lesz az időpont, szólni fogok. Jó, Bükki Danival, lemaradtam, Loretta. Úgyhogy mindenképpen szólni fogok, hogy ez mikor lesz, viszont még holnapra mondanék egy nagyon fontos dolgot. Holnap este 9-kor. Jaj, ott is admin vagy, Loretta? Á, értem. Szóval holnap este 9 órakor fog indulni az AI versus nem AI. Akit érdekel, hogy meg tudják különböztetni az AI fotókat a nem AI fotóktól, az holnap este 9-kor meg tudja tenni, mentén keresztül fogunk majd. Csak egy pici mod. Miért <laughs> van nagy mod, meg van pici mod? Nem is tudtam, hogy van több szintje a Twitchnek ilyenbe. Látod, én már... Olyan ritkán, az, ne, őszinte legyek még, szerintem nem volt ember, akit kitégett volna tiltanom, ami nem spam volt. Volt már üzenettörlés nálam, de egyiket sem én követtem el. Egyikre mondtam azt, hogy nagyon jól csinálták. Mod level 1. Van szuper mod. Mióta Twitch-en? Én nem tudok róla. De nincsen több mod szint. Van a moderátor és van a streamer. Én nem tudok hogy lenne szuper mod. de lehet, hogy lemaradtam. Na csúszka, akkor holnap este 9-kor gyere, mentin lehet mindenkinek tolni, hogy szerinte melyik a AI és melyik nem. Az lehet, a streamer events az másabb. Az egy másabb dolog. De én most csak tügyben gondolkodok ilyen szempontból. Szóval holnap este 9-kor AI versus nem AI kép összehasonlításos közös móka, illetve utána héten AI versus nem AI zene összehasonlítás lesz. Szólok, akit érdekel, az, az csatlakozzon, jöjjön, Mind a kettő adást úgy akarom megcsinálni, hogy utána a vodban is végig menni rajta, és egy webes applikáción, ugyan, vagy egy webes weboldalon keresztül ugyan, hogy végig pipágatni szerinted ai vagy nem ai. Tehát aki esetleg lemarad a holnapi élőről, ő sem marad ki a mókából. Tény el tudja rontani a saját élményét, hogyha megnézi a weboldalnak a kódját, mert látható a helyes válaszok, vagy ha valaki belepörget a videóba, akkor látni fogja a helyes válaszokat. Tehát, de ez nem ez a cél, hogy helyes válaszok legyenek, vagy tehát akinek a, csak a helyes válasz a lényeg, az mindegy így járt. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz a vége. Lehet, hogy az elemencen keverem, Melyik a Van ilyen? Mely nem találtam például Photoshop detektálót se, akartunk csinálni egy olyan streamet, sasival, amikor a politikai plakátokat befotózzuk, és meg akarjuk nézni, hogy melyiken van milyen Photoshop. De sajnos nem, az, hiába az adó 5 évvel ezelőtt vagy 4 évvel ezelőtt bejelentette, hogy lesz egy ilyen, én majdnem nem készült el vele az a PS detektálóval. Ez egy hatalmas feeling lett volna a politikai plakátokon megnézni, hogy melyik emberkének hol lett retus az arcán. Ez a, ki mennyire hazudik már a plakátokon is, ez volt a téma ötlet. Hát figyelj, mondom, én vagyok, holnap milyen eredményt fogunk zárni. Tehát én, én, én nagyon kíváncsi leszek, illetve hogyha tetszik nektek ez a, a, a móka, akkor lehet, hogy fél évente, évente egyszer megismételjük ezt az AI versus nem AI összehasonlítgatást, illetve hogyha nem csak e, fotó, meg nem csak e, hang, hanem hogy lesz videó, akkor majd lehet, hogy csinálunk ilyen videó összehasonlító dolgokat is. E, amúgy hozzá kell tenni zenét, nagyon nehéz úgy találni, hogy fixen tud, hogy nem AI. Az volt a keresési elvem hogy több mint két évvel ezelőtt zene legyen. Ott, ott azt tudom mondani, hogy még nincs benne az AI. Nagyon nehéz így találni, főleg úgy, hogy a mostani AI zenék a mostani stílusban próbálják általában tolni, vagy lehet, hogy a mostani stílus lett olyan, mint az AI, ezt még nem jöttem rá, és a régi zenék picit másabb stílusban vannak, úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy nagyon nehéz megtalálni azt, amit biztos, hogy nem AI. Fú, nem egyszerű gyerekek. Na, úgyhogy holnap este 9 órakor kezdődik ez, akinek van kedve, az jöjjön, és akkor... Uh... Hol oh, Computer Repair Shop. Echohoz átmenjünk gyerekek. Számítógép javító üzemet csinálnak. Hát akkor, gyerekek, javítsatok ti is számítógépet Echo-val. Köszönjetek be hozzá. Találkozunk legközelebb holnap este 9-kor. Én pedig futok tovább, mert még 600 ezer felé futnom. AI text, mint AI szöveg, vagy mint AI dokumentumot, vagy dolgozatot detektálok vannak, meg átalakítók. Csak én nem szöveg, tehát a zenes szöveg, jó, csak itt ugye egy hamba fogjátok ezt hallani, nem a zeneszöveget fogjátok látni Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl úgyhogy na, akkor megyünk át Echo-hoz, azt mondja, hogy 18 pluszos a tartalom, ne higgyetek neki, biztos, hogy ő nem fog olyan csúnyán beszélni, mint én, bár próbálok én is csúnyán beszélni. Legyen szép napotok, viézzetek magatokra, találkozunk holnap este 9-kor. Hello! gombot, visszát és endet. Hello! I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my mind, my mind, my mind. And all these places that I go inside my head try to replace the memories with silhouettes. But I know things only heal with time.